Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Egy rendkívül üde, friss és szórakoztató jelenségről szeretnék most beszélni egy picit. Ezt a jelenséget pedig Bíró-Mari szindrómának hívják. Talán sokan közületek láttátok itt a YouTube-on is, különböző egyéb közösségi portálokon is rengeteg megosztása van, általában rövidke videók, egy-két fénykép. És hát az én véleményem szerint rendkívül szórakoztató a hölgy. Mások nem így érik meg, ugye nagyon sok kommentben lehúzzák, ennyi idősen nem kéne hülyét csinálni magából, stb. Viszont úgy látom, hogy ezek az emberek nem látnak a dolgok mögé egy kicsit. Megpróbálom az én szemszögemből kicsit megvilágítani, hogy szerintem miért jó ez az egész jelenség, ez az egész hozzáállás, hogy ő áll a közösségi médiához, és ő áll az emberekhez, és próbálja őket valamilyen módon szórakoztatni, mert szerintem ez az elsődleges cél. A hölgyről, amit lehet tudni, ugye 61 éves, 100 kilométerre Budapesttől egy kis faluban él, és ugye bármilyen hihetetlen, ugye főiskolai egyetemi végzettsége van, és mellette jól olvastam, mérlegképes könyvelő is, tehát közgazdasággal foglalkozik, úgyhogy valószínű, hogy sok kommenttel ellentétben nem annyira hülye a hölgy, meg kell próbálni egy ilyen iskolát elvégezni, és akkor rájött mindenki, hogy azért ide kell gógyi. Na most a hölgynek a videói rendkívül széles spektrumon mozognak. Nem tudom hányan vették észre, nekem feltűnt, hogy nagyon faszán kiforgatja, kicsit hát görbetükör elé állítja a hazai celeb világot, tök mindegy, hogy milyen mélységben nézzük ezt. És ezek a videók jelentős részben arról szólnak, ugye, hogy bizonyos itt-ott amott megjelenő videókban a bizonyos influencerek, megmondó emberek milyen módon csinálnak dolgokat, és ezeket rendesen átforgatja, és azokat a dolgokat emeli ki belőle, amik nagyon jellemzőek, akár egy adott korosztályra, akár egy adott személyre, és ezekből marha jó poénokat forgat ki, anélkül, hogy szóban utalna azokra a korosztályokra, azokra az emberekre, akiket igyekszik egy kicsit így megpörgetni. Nekem nagyon tetszenek. Többféle videója van fenn a hölgynek. Az egyik ilyen az ugye a gyúrásról szól, utalva itt a különböző rengeteg fitness videóra, amit most főleg ugye beindultak a sajátos karantén helyzet miatt, ugye, hogy mindenki otthonról próbál ki ingyen, ki pénzért különböző online edzésterveket forgalmazni, és akkor ugye ezzel kapcsolatban ő csinált egy ilyen fantasztikus kis videót, hogy mennyire fontos otthon a testmozgás karantén idején, és ugye ez a bizonyos, ha jól emlékszem, masszőr ágy fölé szeret fekvenyomó róddal mutat be különböző roppant szabályos gyakorlatokat, de nem is ez a lényeg, hanem pontosan azt az élt hozza ki, hogy mennyien próbálnak el a dologra most így rámozdulni, ugye mindenki próbál pénzt csinálni valamiből, ugye ebből is csináltam videót is, hát nagyon-nagyon sokan szerintem elég elítélhető módon pár alapgyakorlat mutogatásával igyekeznek eladni az otthon készített videóikat. Szerintem ez valahol erre utal, aztán lehet, hogy én gondolom túl a dolgokat, de én ezt látom benne. Aztán, ami nagy kedvencem, ugye a főző videók, vagy videó, ugye amikor fántot csinál, és az ember ugye látja ugye a videóba, hogy hát Mari nem úgy van igazából öltözve, ahogy egy konyhában szokás, tehát a kötvényke rajta van, faszán, de hirtelen, mikor ugye nagyba magyarázza, hogy kell csinálni a fánkot, milyen összetevőből ő hogy csinálja, és megfordul, és nekiáll, ugye oda menne a tűzhelyen, ezt akkor látjuk, amit eddig csak sejtettünk előtte, hogy egy tangás kis bugyi van rajta, és ugye ebbe a kis rózsaszín vagy ciklámen színű bugyiba végzi ezt a dolgot. Most azért hozzátartozik ám, hogy a hölgy 61 éves, és azért 61 évesen ezt a kondit, ahogy ő kinéz, azért szerintem nagyon-nagyon kevesen tudják magukénak vallani. Az egy dolog, hogy ugye sokan támadják az, hogy nem kéne magát mutogatni. Én meg azt mondom, hogy bizonyos szempontból semmivel nem látsz többet, mondjuk, mint egy strandon. Az, hogy ugye elvárod, hogy egy bizonyos életkor fölött az emberek ne hordjanak tangát, vagy hasonló szabású fürdőruhát, ez egy elég bekövesedett dolog. Én nem tudom, mennyiben néz ki szarabbul a hölgynek a tangás feneke, mondjuk, mint egy 21 néhány éves szarráhizott kislánynak a popója, ami rengeteg szépen karfiolosan egymásra redőzött hurkákból ott villog előtted a,
a strandon, biztos a hölgynek a fenekén is rengeteg javítani valót lehetne, talán így 61 évesen, de maga az a kondi, amit így összekalapált és tart, én úgy gondolom, hogy ez tiszteletre, becsületre méltó. De nem ez a lényeg ebben a videóban, abszolút nem, hanem itt is a hirtelen meglepetés és ledöbbenés fokozása. Ugye kinézne meg egy sima fánksütő videót, viszont már tudja az ember, hogyha Bíró Mari csinálja, akkor annak lesz valami különlegessége. Aztán láttam egy marha jó képet, illetve ez is egy videóból van kivágva, ami egy nagyon-nagyon jellemző kép a mai fiatal lányoknak a kedvenc selfie pózába, ugye beállva egy szál bikiniben, Artur is megnézte, szál bikiniben pózol a tükör előtt, és ez a póz, ez a hagyományos, tudományos póz, amikor ugye tartod a kis telefont és megfelelő szöget beállítva, hogy megcsinálod ezt a adott képet, és furcsa ez egy 61 éves hölgytől, de nem jellemző rá, viszont nagyon betalál ezzel a pózzal szerintem. Lehet mondom, hogy túl gondolom a dolgokat, és én látom mögé ezeket, de egy-egybe ezt veszem le, hogy próbál egy kicsit hajazni arra a dologra, hogy görbetükröt kicsit nevetségessé tevve, kicsit kifigurázva ezeket a nagy trendi megnyilatkozásokat, tök mindegy, hogy azt mondom, hogy egy ismertebb ember, vagy ismeretlen, és nagyon-nagyon jól betalált. Tehát biztos, hogy hölgynek van gógyja. Azon el lehet vitatkozni, hogy most 60 évesen miért ezt csinálja. Hát marha egyszerű, mert ehhez van kedve. Miért ne lehetne? Valaki 60 évesen ül a konyhába, és egész nap főzőcskézik, valaki tévét néz, valaki kötöget, valaki beszélget a barátnőjéhez, barátnőjével ő ezt csinálja. Azt, hogy ez mennyire megszégyenítő számára, szerintem ez is nézőpont kérdése. Én azt mondom, hogy semmilyen megszégyenítő nincs benne. Én remekül szórakozom, és ahogy nézem a kommenteket, a többség, tehát a nagy többség remekül szórakozik, és azért a hölgy mindig tartja azt a határt, ami a kicsit meghökkentőből, a ledöbbentőből nem megy át gusztustalanba. Tehát azért mondom, hogy itt el lehet vitatkozni, hogy néz ki egy fürdőruhában egy 60 éves hölgy, hát szerintem még mindig jobban, mint néhány 20 éves kislány a strandon. Mondom, ez a nézőpont kérdése. Nagyon-nagyon jól egyensúlyozik a hölgy, és mindig nagyon jól betalálja ezeket a dolgokat, amiket jókat lehet rögni, és nekem az a véleményem, hogy is kell megközelíteni, tehát véletlenül se kell semmi komolyságot mögé látni. Nagyon jól meglovagolta itt a koronavírust és a karantént, ugye előtte is már volt neki bizonyos megnyilatkozása a közösségi portálokon, de közel nem ilyen nézettséggel, és ahogy látom, most nagyon-nagyon fenn van a karrier, és egyre feljebb megy, ugye különböző portálokon óriási a feliratkozó száma, ugye a YouTube is szépen beindult neki, és ahogy látom, nagyon-nagyon jók a nézettségek. Na most nem tudom, hogy fizetősek a videói, vagy nem fizetések, ennyien nem merültem bele, nem nézegettem végig, de azért nyugdíj mellé nem rossz az a kis kiegészítő kereset, ha esetleg nyugdíjas, nem tudom, hogy még aktív-e vagy nyugdíjas, de az biztos, hogy nagyon jól csinálja dolgokat. Az, hogy van-e mögötte valaki, aki adta ezt az ötletet, vagy saját kútfőből fakad, szerintem inkább saját kútfőből, mert az intelligenciája megvan hozzá, és nagyon-nagyon randomszerűek a videói, tehát nincsen előre megtervezve szerintem, legalábbis úgy látom, mert rengeteg olyan van, amikor az ember vár valamit, és nem történik semmi. A hölgy csak keresztül megy a szobán, kacsint egyet és visszajön. Én azt mondom, hogy valahol a hölgy egy zseni. Nagyon-nagyon jól pörgeti ezeket a határokat, nagyon-nagyon jól érzi az arányokat, és az emberek mindig várják a következő videóit, és egyre többen kíváncsiak rá. És ami a legfontosabb, és ez több vele foglalkozó cikk, írás, elemzés kiemeli, hogy ebben a szar helyzetben, amiben most vagyunk és élünk, ebben roppant fontosak ezek a pici pillanatok, amikor az ember úgy kajakra tiszta szívből kiröhögi magát, és a hölgy ezt remekül csinálja. Remélem, hogy nem fog elmenni a kedve, ugye őt is azért sokan támadják, őt is betalálták rengetegen, ha van esze, akkor nem foglalkozik vele, hanem csinálja tovább a dolgokat. Marha egyszerű, az hosszú távon úgyis be fog bizonyosodni, hogy valami működik, vagy nem működik. Én úgy gondolom, hogy ez működik. Ha nem lesz unalmas a hölgy, már pedig miért lenne, szerintem borzasztó tág a fantáziája, és marha jó el tud menni mindenféle irányba, rengeteg téma van. Ugye én is beszéltem, hogy aki nem talál témát, ott van, nagyon-nagyon komoly bajok vannak, tehát rengeteg téma van, amiben hasonlóan meg tud nyilatkozni, és akár nyugodtan embereket ki tud figurázni, így úgy amúgy. Semmilyen bántó nincs ebben, mindig ezt szoktam mondani, hogy valakit kifiguráznak, kiparodizálnak, az egy bizonyos szint, amit elértél, és onnan azért is teszik meg, mert valószínű, hogy tudják, hogy te ki vagy. Ismeretlen embereket nem szokás parodizálni, mert senki nem tudja, hogy miről van szó. Tehát, hogyha megszületik az első Bíró Mari paródia, nem tudom, van-e ilyen, vagy lesz, én biztos, hogy kíváncsi vagyok rá, hogy mennyien
kattintalak rá, és mennyire beletaláló a dolog. Ugye én is elszenvedője voltam néhány paródiának, köztük egy-két nagyon-nagyon kívánulnak, amin én is beszartam a röhögéstől. Aztán van jó hát szerencsétlen, ami inkább arra megy rá, hogy megpróbálja úgy forgatni a dolgaimat, ami nem egészen úgy van, de mindegy, ez is benne van a pakliban, el kell tudni viselni. Tehát Bíró Mari megjelent, itt van köztünk, és szerintem egy jó ideig maradni is fog. Én nézegettem azért a videóit, ahogy időm van rá. Valamelyik nagyon jó sikerül, valamelyik nem annyira, de hát ez egyértelmű, ez mindenkinél így van. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó irányt választott, és ahogy mondottam, ebben az időszakban talán a szomorú hírek mellett a jövőnek a meg nem látása, illetve a távnak a meg nem látása mellett, ami arról szól, hogy meddig tart ez az egész dolog körülöttünk, biztos, hogy nagyon-nagyon jó kikapcsolódás, hogy jókat röhögünk a hölgyen, és talán valahol a napunkat ezzel kicsit szebbé tesszük. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok! Mindenkinek jó egészséget kívánok!